A nyugdíj az nem egy ilyen elvont közgazdasági kérdés, hanem az egy, az egy érzelmi kérdés, egy társadalmi igazságossági kérdés, hogyan gondolkodik egy ország a saját szüleiről meg a nagyszüleiről. És a helyzet úgy áll, hogy ma nem lennénk ott, ahol vagyunk, ha ők nem végezték volna el a munkájukat. Tehát a mai sikerek, lehet, hogy ők már nyugdíjasok, de a mai sikerek az ő korábbi munkájuk nélkül nem jöttek volna a létre. Tehát, ha mód van, akkor a nyugdíjasokat mindig meg kell védeni. A nyugdíjat mindig meg kell védeni, és ha emelni lehet, akkor nem kell gondolkodni, emelni kell. És engem nyomasztott is egyébként, hogy majdnem minden sebet bekötöztünk, kitisztítottunk és bekötöztünk, amit a gyurcsányféle kormányzás ejtett Magyarország testén. Az utolsó volt a 13. havi nyugdíjnak a kérdése. És én úgy látom a 22-es évet, bár erről is voltak nagy viták, hogy a egyébként okosan, lassú ütemben, minden évben egy heti nyugdíjat adunk vissza ütem helyett. Most, hogy vette egy lendületet a gazdaság, ne habozzunk, hanem adjuk, adjuk oda a, teljes 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasoknak, meg is fogják kapni valamikor február közepén. Nem mondom, hogy könnyen, de ez kiszorítható a költségvetésből. És a pénzügyminiszter ezt meg is oldotta. Tehát a Varga Mihálynak is köszönettel tartozunk, mert úgy rendezte a költségvetést, hogy nehezen ugyan, de kiszuszakoltuk, vagy kipréselte valahogy belőle. Ezt ez fontos dolog. Mert még egyszer mondom, ez nem csak arról hogy több pénze legyen a nyugdíjasoknak, az persze nem baj, hanem az, hogy hogyan gondolkodunk a saját szüleinkről, meg az ország országot idáig elhozó emberek munkájáról. Tehát én azt, azt evidensnek vettem, hogy ezt az utolsó még jóvá tétel számba menő döntést, hogy amit a Gyurcsán kormány elvett, azt adjuk vissza a nyugdíjasoknak, ezt meghozzuk.